A 40 éves fennállását ünneplő cég 450 embernek biztosít munkát, többségük Csantavéren dolgozik. A Gebi Kft. A szerbiai és a nyugat-balkáni térség piacvezető takarmánygyártó és értékesítő cégévé nőtte ki magát. A Topolyán átadott telephely az anyaország támogatásával épült ki. A vajdasági gazdaságfejlesztési programnak köszönhetően fejlesztettük a takarmánygyártásunkat, a napraforgó feldolgozó üzemet, silóparkot építettük, és bővítettük a házi kedvenc eledel gyártást. A szülőföldön való boldogulás számunkra nem csak frázis, küldetés. 14 ezer sikeres pályázat valósult meg az elmúlt évek alatt a Prosperitáti Alapítvány közreműködésével. Ez jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az emberek itthon maradjanak, emelte ki Pásztor István. A VMS elnöke példaértékűnek nevezte a 4 évtizede működő, folyamatosan fejlődő takarmánygyártó üzemet. Magyarország részéről ebben a pillanatban a gazdaságfejlesztési program tekintetében egy forintnyi adósság nincsen. És azt várjuk, hogy a költségvetési körülmények, a politikai körülmények változzanak, és azt követően újra vissza tudjunk térni a már megszokott módon, a megszokott dinamikával a gazdaságfejlesztési program további bonyolításához. A szülőföldön való boldogulás támogatása a fő célja a magyar kormány gazdaságfejlesztési programjának, nyilatkozta Magyar Levente, Magyarország külgazdasági és külügyminiszter helyettese. Természetesen mi minden egyes vajdasági magyar tulajdonú vállalatot számon tartunk, és mindenkinek a munkáját igyekszünk segíteni, de hangsúlyozni kell, hogy megkerülhetetlenek azok a nagy szereplők, amelyek képesek integrálni a kisebb vállalkozások munkáját, vagy azoknak a gazdálkodóknak a munkáját, akik a mai napig az itteni társadalom, vidéki társadalomnak a gerincét alkotják, ahogyan ez mindig is az utóbbi évszázadokban így volt. A Gebi Kft. Fontosnak tartja a minőségi alapanyag használatát, 24 gabonaraktárral rendelkezik a vállalat.